Vendégünknek mozgalmas hete volt. Először a Magyar Hírlap megírta, hogy menesztik, aztán másnap a Magyar Nemzet megírta, hogy mégsem menesztik, aztán harmadnap mindenki megírta, hogy inkább ő menesztene valakit. Mai vendégünk Nyitrai Zsolt, az infokommunikációért felelős államtitkár. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Hír Televízió nézőit! Egész jól el vannak önök ott abban a minisztériumban. A minisztériumban komoly szakmai munka folyik, és én sokkal jobban szeretem, hogyha a sajtó az erről a szakmai munkáról számol be. De hát egyrészt a média az nagyon szereti a személyi kérdéseket, másrészt nyári uborka szezon van a politikában, úgyhogy ez most a héten talán egy érdekes hír lehetett. Én bízom benne, hogy ez hamarosan lecseng, és a sajtó is a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban végzett egyébként nagyon komoly szakmai munka eredményeiről tud beszámolni. De mégis reggel bement, lóbálta az aktatáskáját, kért egy kávét, aztán elolvasta, hogy önt el fogják küldeni? Hát nyilvánvalóan ezen a héten egy külső támadás érte az államtitkárságot, nevezetesen engem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Hacker Minisztérium infokommunikációs államtitkárát, hogy az egyik országos napilapban jelent meg a menesztésemmel kapcsolatos hír. Igazából én sokat nem foglalkoztam ezzel a hírrel, elég régóta vagyok a pályán, és hozzászoktam már ahhoz, hogy néha az emberről mondanak ilyet is, meg olyat is. Én a munkára kívánok koncentrálni és a jövő terveire. Hát igen, csak éppen ebből a hírből, vagy ezekből a hírekből látszik, hogy nem biztos, hogy hagyják, hogy bármire is koncentráljon. Én azt gondolom, hogy tényleg a munkára kell koncentrálni, és ezekkel a sajtóhírekkel, amik egyébként minden alapot nélkülöznek, én a magam részéről nem kívánok foglalkozni. Azóta nagyjából kiderült, hogy hát kőkemény üzleti érdekek állnak, adott esetben ennek az önmenesztéséről szóló hírnek a hátterében. Olyan multi érdekek, amelyeknek most jelentős ráhatása van a magyar infokommunikációra, annak az állami hardverére. Ugye, és azt is megírta a Magyar Nemzet, hogy ön ezeket az egységeket szeretné tisztán állami kézben tudni. Ez bőségesen elég, itt sok milliárd forintról van szó, ez bőségesen elég ahhoz, hogy valakit félre próbáljanak állítani. Az elmúlt napokban többször szóba került az egész multicég kérdéskör, ugye országos napilapokban, és engedje meg, hogy előjáróban hagyd mondjak egy alapvetést ezzel kapcsolatban. Ugye Magyarországon több multinacionális nagy cég működik, és a multicégek azok nem ördögtől való szervezetek. Én tisztelem a Magyarországon működő és dolgozó multicégeket, hiszen nagyon sok honfitársunknak, több ezer honfitársunknak adnak munkát. Természetesen néha lehetnek olyan ügyek, amiben eltérő álláspontot képviselünk, és akár a bajuszunkat is összeakasztjuk. Én nem tudom, hogy ez áll-e az engemért támadásoknak a hátterében. Egy biztos, hogy az infokommunikációs államtitkárságnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül több olyan szakmai terve és futó projektje van, amelyek sérthetnek multinacionális cég érdekeket, és hát ilyen esetben nyilván több olyan személy vagy szervezet lehet, akinek érdekében állhat a bizonytalanság látszatának a kialakítása vagy föntartása. Valóban ön is említette az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, ennek a kiváltását. Ugye az elektronikus kormányzati gerinchálózat, ez az az informatikai hálózat, amely több mint 100 szervezetet köt össze Magyarországon, és több mint 3000 végpontja van. Ez jelen pillanatban az állami fennhatóság alól külön területen működik, egy multicég működteti ezt. December 31-én jár le az ezzel kapcsolatos szerződés, és a mi tervünk az egyértelműen az, hogy nemzetbiztonsági, pénzügyi és észszerűségi okokból ezt a kiszervezést, ezt megállítsuk, ne folytassuk, és egyébként az erre alkalmas állami cégek oldják meg ezt az egyébként rendkívül fontos és nagyszabású feladatot. Azért itt felmerül egy kérdés, hogy a magyar állam alapfunkcióit elősegítő, vagy az ellátását elősegítő, vagy éppen ellátó infrastruktúra egyáltalán hogyan került magánkézbe? Hát az rendben van, hogy most visszapróbálja a magyar állam szerezni. De hogy került oda? Nézze, az elmúlt években az informatika területén állami szempontból nagyon sok esetben nagyon komoly felelőtlenségek történtek.
Én ezt sem tartom helyesnek, hogy egy ilyen fontos állami hálózat az nem az állam berkein belül működik, de a múlt ügyeivel sem kívánok nagyon sokat foglalkozni, mint ahogy különböző hírlapi kacsákkal sem. Egy fontos és egy biztos, hogy a jövő év elejétől az állam át fogja venni ennek az elektronikus kormányzati gerinchálózatnak a működtetését. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, egyértelmű érdekünk ez nemzetbiztonsági szempontból, pénzügyi szempontból, és hát az észszerűség, egy felelős állami magatartás is egyértelműen ezt diktálja. Egyébként az állam képes lesz ellátni ezt a feladatot? Én biztos vagyok benne, hogy igen, nyilvánvalóan több hálózat van, amit össze kell hangolni, a párhuzamosságokat mindenképpen érdemes megszüntetni. Költséghatékonyságra fogunk törekedni, hogyha állami kézbe kerül ennek a hálózatnak a működtetése, menedzselése, és hát egyértelműen az a fő célunk, hogy a szolgáltatásnak a minőségét is javítsuk, valamint szélesíteni tudjuk majd az elektronikus kormányzati gerinchálózathoz csatlakozóknak a körét, gondolok itt egészségügyi intézményekre, önkormányzati szervekre, állami vállalatokra. Ez is egyébként az állami költségcsökkentés, az észszerűsítés mezejében történik majd. Ön már nagyon régóta politizál a Fidesz színeiben. És még 1994-ben léptem be a Fideszben. Ez egy érdekes történet. És 94-ben miért? 94-ben azért döntöttem úgy, hogy fölkeresem a Fideszt, mert... Csak 90... nem zavarta Horn Gyula kormányzása, vagy hatalomra kerülése? Pontosan így volt egyébként. 1994-ben Horn Gyula által vezetett Magyar Szocialista Párt, ugye az SZDSZ-szel együtt több mint 72%-os többséget szerzett a parlamentben. És ugye fiatal emberként az előző rendszerrel kapcsolatban olyan nagyon komoly negatív élményekkel nem találkoztam én személy szerint. Azért nagyon sokat olvastam természetesen róla, és azt gondoltam, hogy az valahogy nem egy normális dolog, hogy itt volt egy elnyomó hatalom 40 esztendeig, és 4 év után egy választás keretében ugyanazok az emberek visszajönnek. Ezt valahogy furcsálottam, és nem igazából tudtam elfogadni, de azt mondtam, hogy ez kevés, hogyha az ember önmagában puffog, tenni is kell a környezetében azért, hogy megváltozzon ez a dolog, és hát nyilván az ember jóval erősebben tud fellépni, hogyha szövetségeseket keres. Azt gondoltam, hogy a Fidesz, Fiatal Demokraták Szövetsége az egy olyan csapat, ahol a fiataloknak a szavát meghallgatják, és hát együtt többre jutunk, úgyhogy én egri fiú vagyok. A Heves megyei telefonkönyvből megnéztem, hogy Egerben hol található a Fidesz iroda. Baromi nehezen megtaláltam, egy lepukkant lépcsőházban volt 2 egészen pici lyuk. Gondolom, ma már nincs ott. Ma nem ott üzemel már a Fidesz iroda. Bekopogtam és megkérdeztem, hogy itt lehet-e a Fideszbe belépni, mire megkérdezték, hogy hülye vagyok-e teljesen, hiszen ugye épp hogy bejutott a parlamentbe akkor a Fidesz, és mondtam, hogy hát szerintem nem vagyok hülye, hanem itt szeretnék segíteni ezekben a feladatokban, és már a 94-es önkormányzati választáson részt vettem ott helyben a kampányban aktivistaként, önkéntesként. Hát nagyjából ez a történetnek a kezdete. Annyira zavarta, hogy visszajöttek a szocialisták vagy kommunisták, kíváncsi vagyok, hogyha ott akkor abban a lépcsőházban valaki a fülébe súgja, hogy belátható időn belül azért még 2-szer vissza fognak jönni, akkor mit csinál? Nagyon ráncoltam volna a homlokomat ilyen hír hallatán, de hát 1994-ben, hogyha jól számolok, 16 éves voltam, akkor abszolút arra gondoltam, hogy mindenképpen menni kell előre, és a saját környezetünkben tenni kell azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Lényegében azóta is ezt csinálom. És mit lehetett 94-ben, vagy 95-ben, vagy 96-ban kamaszként tenni a Fidesz színeiben, mondjuk éppen ott Egerben? Részt vettem a helyi közéletben, különböző csoportüléseken, ahol megvitattuk a helyi stratégiát, hogy hogyan kellene fölépni, és akkor már azért országos eseményekre, kongresszusokra is meghívtak, és eljöttem. Persze itt még csak csendben figyeltem, ahogy a nagy politika az hogyan formálódik, és hogyan történik, és 1998-ban már indultam jelöltként az önkormányzati választáson, de előtte a helyi országgyűlési választáson kampányfőnökként rám bízták a különböző szervezési feladatoknak az összefogását és irányítását. Mit csinál egy kampányfőnök, akár helyi szinten, akár országos szinten, mert ön aztán később nagy országos kampányoknak is lett? Először is egy kampányfőnök nem nagyon beszél a munkájáról, de hogyha mégis megkérdezik, akkor azt az egyébként helytálló választ adja rá, hogy
nagyon sok embert kell összefogni, akik önkéntesként segítik a választási munkálatokat, a kampányt. Egyébként minden egyes választási kampánynak az önkéntesek a motorjai. Tehát a politikusok, a politikai vezetők a legtöbbet mindig a tagságnak és az önkénteseknek köszönhetik. Velük való kapcsolattartás, a kampánystratégia kialakítása, ezzel kapcsolatos javaslatok megfogalmazása nyilván része ennek a kommunikáció. Egy kampány vezető az mindig csapatjátékos, és nagyon sokrétű feladatai vannak. Nyilván nagyon sok ember segíti a munkáját, hiszen ez tényleg csak akkor lehet sikeres, úgyhogy ez egy jó csapatmunkaként működik. Én 4 évig voltam a Fidesz operatív igazgatója, a Fidesz központi hivatalában dolgoztam, akkor a legfőbb feladatom a Fidesz nagy rendezvényeinek az összefogása volt, és hát nyilván a pártigazgatót, Kubatov Gábort segítettem egyfajta helyettesként, operatív igazgatóként az ő pártigazgatói munkájában, amikor is ugye egy 2006-os elvesztett választás után kellett újra fölpörgetni a Fideszt, hogy meg tudjuk utána nyerni a következő választást. Azért ismerve a magyar politika természetét, talán jól gondolom, hogy kampányfőnök elég kellemetlen pozíció, semmi siker nem az övé, viszont a vereségért mindig ő felel. Ez így van, de aki elvállal egy ilyen feladatot, az nyilvánvalóan mérlegeli ezt a játékszabályt, ami egyébként nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten mindig így van, de én vallom azt, hogy a pártszervezésben, a pártigazgatásban, kampányokban való részvétel az egy nagyon-nagyon színes, nagyon-nagyon izgalmas dolog, nincsen két egyforma nap. Az elmúlt 4 év, amit én operatív igazgatóként töltöttem, és ilyen dolgokkal foglalkoztam, az életemnek nagyon fontos része. Akkor botorkált abban a homályos lépcsőházban, és beszeretett volna lépni a Fideszben, azért nyilván arra nem gondolt, hogy főállású politikus lesz. Mi szeretett volna lenni? Nekem mindig is tetszett a közélet, a közéletben való részvétel, úgyhogy amikor én 16 évesen beléptem a Fideszbe, akkor én ott eldöntöttem, hogy ilyen vagy olyan szinten mindenképpen közélettel kívánok foglalkozni, és már a jogi egyetemre azért felvételiztem, mert hogy a jogászi végzettség az nyilvánvalóan egy segítséget adhat, egy jó szakmai alapot adhat egy közéleti munkához. Gondolom azért ezt a kampány szamárlétrát is végig kellett járnia, tehát nem csak irányított, hanem ön is loholt plakátokkal a hóna alatt. Természetesen igen, nem is lehet másképp kampányt szervezni, hogyha az ember annak korábban minden fázisában vagy fokozatában tényleg a csirizeléstől, plakátragasztástól kezdve nem vett részt, mert így látja át, hogy milyen feladatok vannak és mit jelent az a munka, amit az önkéntesek végeznek ugye egy-egy kampányban. Arra, hogy ilyen pártigazgatással, pártszervezéssel, meg kampányal fogok foglalkozni, erre igazából nem gondoltam a kezdetekkor, de valahogy mindig úgy hozta a sors, hogy ezen munkák köré keveredtem oda, és végeztem azt a feladatot, amit rám bíztak. És hogyan keveredett az infokommunikáció témaköréhez? Ez is egy érdekes történet. Én 2002-ben kerültem be a parlamentbe, és akkor még a parlamentben létezett egy önálló informatikai és távközlési bizottság, Rogán Antal volt a vezetője, és amikor egy hely megürült a bizottságon belül, akkor kérdezte meg Rogán Antal, hogy nem lenne kedvem ezzel a dologgal foglalkozni, úgyhogy körülbelül ilyen fél időben csatlakozhattam, a ciklus fejénél csatlakozhattam ebbe a bizottságba, és hát ott még csendes szemlélőként próbáltam tanulgatni azt, hogy az egész informatika, infokommunikáció, távközlés, hírközlés, ez miről is szól, és amikor Rogán Antal 2006-ban polgármester lett, akkor kerestem meg az akkori frakcióvezetőt, Navracsis Tibort, hogy én szeretném létrehozni a Fideszen belül, Fidesz frakción belül az informatikai és telekommunikációs munkacsoportot, aminek a vezetésével végül is megbíztak, és úgy hívtam be ebbe a munkacsoportba a témakör iránt érdeklődő parlamenti képviselőket, európai parlamenti képviselőket és külsős szakértőket, mert még ez a 4 év is egyértelműen a tanulásnak a folyamata volt. Mindjárt tovább lépünk, de még van egy visszamenőleges kérdésem. Milyen érzés volt 2002-ben először bekerülni a parlamentbe? Az egész polgári oldal vagy jobb oldal, az egész szavazótábor teljesen letargikus állapotban volt. Nagyon nagy meglepetés, hogy győzött akkor az MSZP. Nagyon, hát ilyenkor először bejutni ez? Nagyon fura és kettős érzés, mert egyrészt nyilván az ember szomorú és csalódott egy elvesztett
választás után, ami egyébként, és hagyd tegyek itt egy zárójelet, nagyon érdekes dolog volt, mert az az elvesztett választás 2002-ben, amikor a választási eredményeket ott néztük a Millenárison, és hát ezek nem mutattak jó eredményt, és a két forduló közötti dísztér, a testnevelési főiskola, majd a Kossuth téri összejövetelés és nagygyűlés, az azt gondolom, hogy egy hatalmas erőt adott ahhoz a pártszervezési feladathoz, ami utána, és a szövetség kialakulásához, ami utána ugye létrejött. Milyen fura, egy vesztes választás után nagyon sokan csatlakoznak ahhoz az erőhöz, amelyik elvesztette a választást. Igen, hatalmas lelki erő volt, és visszatérve a kérdésére, ténylegesen, hogy milyen érzés volt 2002-ben bekerülni a parlamentbe, fele más, mert egyrészt tényleg szomorúak voltunk, hogy nem tudtuk folytatni a kormányzást, másrészt pedig nyilván egy felemelő érzés volt fiatalemberként ott állni a parlament falai között, tehát egy ilyen fura kettősség volt bennem ekkor. Ilyen furcsa, váratlan, nagy arányú vagy éppen kis arányú vereségek valóban válthatnak ki ideig, óráig tartó ilyen heroikus fellángolásokat, például, hogy sokan csatlakoznak egy vesztes erőhöz. De aztán ugye mindennapokban, különösen a parlamentben ez elkopik, amikor minden egyes szavazásnál érvényesül az a néhány fős többség, ami az ellenfélnek van. Nézze, ellenzékben lenni, főleg amikor a szocialisták kormányoznak, az sosem egy lélekemelő dolog. Mi nagyon sok javaslatot fogalmaztunk meg módosító javaslatként abban az időben, amikor ellenzékben voltunk, sőt szinte semmit nem fogadtak ebből a kormányzó erők. Mostani kormánypártot sokszor támadják azzal, hogy nem veszi figyelembe az ellenzék véleményét. Én az elmúlt időszakból, az elmúlt egy évből hát több tucat olyan módosító javaslatot tudom mondani, amit ellenzéki pártok javasoltak. Én egyébként mindig azon az állásponton vagyok, hogy mindegy, hogy egy javaslat honnan érkezik, milyen irányból, hogyha az jó, és az ország érdekét, meg a polgároknak az érdekét szolgálja, akkor miért ne lehetne azt támogatni, miért ne lehetne ezt elfogadni. Mi kormányon ezt követjük, a politikai ellenfeleim, mikor ők voltak kormányon, egyáltalán nem ezt követték, tehát valóban a parlamenti munka eléggé lélekölő volt abban az időszakban, de én egy optimista ember vagyok alapvetően, tehát akkor is a jövőben néztem, a jövőbe tekintettem, és hát azon dolgoztunk, hogy hogyan lehet megváltoztatni ezt a helyzetet. Elfogadtuk azt, hogy most ez van, de hát lesznek választások, azt meg akkor meg kell nyerni, és változtatni kell a parlamenti arányokon. Kíváncsi vagyok, meddig nézett a jövőbe, mert hogyha csak 2006-ig, akkor elég borús volt a kép, hiszen 2006-ban is veszített a polgári. Igen, de 2006-ban a választás után ismét csak előre kellett nézni a következő választásig. Nyilván ott is tanulni kellett azokból a hibákból, amelyiket esetlegesen elkövettünk, és nem szabad megállni, nem szabad keseregni, mindig folytatni kell a munkát, és ennek a munkának azt gondolom, meg ennek az összefogásnak meg is lett az eredménye 2010-ben. A politikusi munka egyik sajátos vonása, amiről az említést tett az előbb, hogy írják, írogatják százszámra ezeket a bizonyos módosító indítványokat, miközben tudván tudják, hogy úgysem lesz belőle semmi. Ez is eléggé idegölő. Igen, de ez is ad egyfajta tapasztalatot. Nyilván, amikor az ember megfogalmaz egy módosító indítványt, akkor átnézi az adott jogszabályt, amivel foglalkozik, beszél szakértőkkel, civil szervezetekkel, egyéb szereplőkkel, tehát ez sem múlik el haszontalanul, hiszen az ember tapasztalatot, információt, tudást szerez. Aztán, hogy egy adott szavazásnak mi lesz a vége, az már egy másik kérdés, tehát valóban kicsit lélekülő a dolog, de semmiképpen sem haszontalan. Térjünk vissza ez a bizonyos parlamenti bizottsághoz, amelyben megtanulhatta ennek a területnek a csinyát, bínyát, végül is konkrétan mit tanult ott, és mi dolga egy parlamenti bizottságnak? Egy parlamenti bizottság főszabály szerint ugye tömöríti azokat a parlamenti képviselőket különböző frakciókból, akik az adott témakörben szakértők, nyilvánvalóan itt egy laikus érdekképviseletről van szó, de tényleg azok jönnek össze, akik érdeklődnek egy témakör iránt, vagy végzettségüket, vagy múltjukat tekintve kompetensek lehetnek az adott ügyben, frakció megbízta őket, hogy annak a területnek a gazdái legyenek, úgyhogy egyrészt az ember megismeri többi parlamenti pártnak, frakciónak a szakértőjét, és az összes olyan parlamenti előterjesztés, törvényjavaslat, anyag, módosítás, ami az adott területet érinti, az előtte ez a bizottság kell, hogy véleményezze. Nyilván a bizottság is itt el tudja mondani a véleményét, és utána a parlamentben ugye azok az emberek
képviselnek egy-egy törvényjavaslatot, akik már a bizottságban is szakértőként, szakpolitikusként vittek egy-egy ügyet, ott hozzászólásokat fogalmaztak meg. Tehát ez így működik együtt a bizottság parlamenttel, szakpolitikusokat tömörítve. Tényleg most jut eszembe, amikor aztán a Gyurcsány-Szilvási duónak volt az a nagy sikerű bejelentése, miszerint fideszes magán titkos szolgálati ügynökség megtámadta a kormányzati gerinchálózatot. Hát emlékszünk erre a fantasztikus hírre, ami aztán két nap alatt gyakorlatilag teljes mértékben az ellenkezőjére fordult. Részben kiderült, hogy mekkora ökörségeket beszélnek, részben az is kiderült, és ez a mai napig húzódik, hogy éppenséggel ők maguk állnak a háttérben. Akkor ez önhöz, mint a téma szakértőjéhez eljutott, bevonták ennek a vizsgálatába, vagy hivatalosan is ön elé került? Hát nyilvánvalóan igen. Ugye a problémát az jelentette, hogy az előző ciklusban sajnos megszűnt az önálló informatikai bizottság a parlament, a gazdasági és informatikai bizottság foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, akkor inkább én már a Fidesz informatika és telekommunikációs munkacsoportjának vezetőjeként voltam aktív, de nyilván ez egy pártnak a szakpolitikai munkacsoportja, úgyhogy ott foglalkoztunk az üggyel, reagáltunk és elmondtuk az ezzel kapcsolatos véleményünket a sajtóban. Maga a főbizottság akkor, vagy ez gazdasági bizottság is volt, ott sajnos eltörpültek az informatikai kérdések, inkább a nagy gazdasági témakörök jöttek be, de reagáltunk erre a kérdésre, tehát foglalkoztunk ezzel, de nem mint bizottság, hanem úgy, mint szakpolitikai munkacsoport. És mit szólt ehhez a hírhez akkor? Meglepő volt? Én nyilvánvalóan, aki érte a dologhoz és tud olvasni a sorok között, az láthatja, hogy ez egy politikai kampánynak volt a része, és én ezt azért... De valami rettenetes amatőr kampány volt. Én azért sem tartottam ezt helyesnek, mert ilyen nemzetbiztonságilag fontos ügyekből sosem szabad kampánytémát csinálni, és ilyennel sosem szabad tréfálni. Térjünk vissza a jelenbe. Most a kormányzati felépítményt ismerve látjuk, hogy a jelenlegi államtitkárságok az egész kormányszerkezetben gyakorlatilag egy-egy minisztériummal, korábbi minisztériummal felérnek, és egy-egy államtitkár gyakorlatilag egy korábbi miniszter szerepét látja el. Például az ön esetében az infokommunikáció az érdemes arra, hogy minisztériumi szinten kezeljék gyakorlatilag? Ugye jelen pillanatban ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak államtitkárságaként működik, de valóban... De ez megfelel egy korábbi minisztérium. Az egész Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, hogy így fogalmazok, több korábbi minisztérium foglal helyet. Ugye az új kormányzati struktúra kialakítása az egyértelműen az észszerűsítés irányába mutatott, amikor is ugye azt mondta az országgyűlés, nyilván kormányzati előterjesztéssel, hogy csökkenti a minisztériumoknak a létszámát, csökkenti a minisztériumoknak a számát, és ezáltal a különböző hatásfokokat koncentrálja. Végül is minden szervezet megmaradt. Én azt gondolom, hogy nem, mert olyan esetben, hogyha például nálunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a közlekedés, energetika, infokommunikációt van, vegyünk egy példát, mondjuk okos mérőknek a kérdése, ugye ez egy eléggé fontos napirendi pont a világban, és terveim és reményem szerint fontos napirendi pont lesz itt Magyarországon. Okos mérők kérdése. Kik azok az okos mérők? Energia felhasználást különböző technikai eszközök felhasználásával hogyan lehet észszerűsíteni és optimalizálni. Ugye ez egyrészt energetikai kérdéskör, másrészt infokommunikációs kérdéskör. De ilyen esetben, mivel mind a két terület a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül van, ezért én házon belül tudok ezekről a kérdésekről beszélgetni, például ugye Bencsik János energetikai államtitkárral, úgyhogy ez szerintem a mindennapi, a gyakorlati működés szempontjából is egy helyes döntés volt. Tehát a tárca közének nevezhető kommunikációt, együttműködést megkönnyíti, hogy egy szervezet... Egyértelműen igen, hiszen házon belül nyilván mi értekezleteken, hétindítókon találkozunk, sokkal könnyebben tudunk egy külön szakértői, politikai szintű megbeszélést kezdeményezni azon ügyekben, amikben nyilván előre kívánunk haladni közösen. Készültem erre a műsorra, és találtam egy 50 pontos dokumentumot, amelyben önök felsorolják az infokommunikációs államtitkárság elmúlt egy évének az eredményeit. Így van, igen. Arról ne is álmodjon, hogy most ezeken végigmegyünk, úgyhogy inkább úgy kérdezem meg, hogy mi az, amit a legfontosabbnak tart az elmúlt egy évben?
június első napjaiban egy civil szervezet rendezvényén a parlamentben értékeltük végül is az infokommunikációs államtitkárság működésének egy évét, egy esztendejét, mert az értékelések fontosak. Egy év után nagyjából már lehet látni, hogy az ember az hova jutott el, vagy hova nem. És valóban én itt szakmai közönség előtt a legfontosabb 50 pontot említettem. Hogyha ebből ki akarom emelni, hogy tényleg mik a számunkra a legfontosabbak és szimbolikus értékűek, akkor én elsősorban azt emelném ki, hogy ugye az új alaptörvényben kapott egy alkotmányos garanciát maga az infokommunikációs terület. Ez egészen pontosan mit jelent? Miért kell ez azt jelenti, az informatikát alkotmányosan garantálni? Ennek egy nagyon, nagyon fontos, szimbolikus üzenete van. Ugye az új alaptörvénynek része lett az, hogy a mindenkori állam, mindenkori kormányzat a közszolgáltatások minőségének javítása szempontjából, a közügyek jobb átláthatósága szempontjából és az esélyegyenlőség előmozdítása végett, nyitott a modernkori technológiák és az új műszaki vívmányoknak a használatára, alkalmazására. Ez egy nagyon fontos hivatkozási alap a jövőben a mindenkori kormánynak és a mindenkori ellenzéknek egyaránt, azért, hogy az ország vezetése tartson lépést a korral, használja modern eszközöket, mert hogyha ezen a területen lemaradunk, akkor egyéb más területeken is lemaradunk, és most már erre az alkotmányos passzusra mindig rá lehet mutatni. Azt én egy fontos, nyilván szimbolikus, de fontos dolognak tartom. Fontosnak tartom azt is, hogy az elmúlt egy esztendőben több nagy céggel fennálló szerződésünket sikerült újra tárgyalni, újra keretezni, és eddig ezen üzleti tárgyalások eredményeképpen több mint 15 milliárd forintot sikerült megspórolni a korábbi költésekhez képest az informatika területén. Nyilván ennek a spórolásnak a cégek nem biztos, hogy örülnek, hiszen az ő bevételük ennyivel csökken, de hát mi a kormányzatban nem a cégek érdekeit képviseljük, hanem az állampolgárokét. Hogyan lehet 15 milliárdot megspórolni? Leültünk ezekkel a cégekkel, és újra tárgyaltuk, újra kereteztük ezeket a szerződéseket. A tekintetben elmondtuk nekik, hogy az ország olyan helyzetben van, hogy most mindenkinek engednie kell, észszerűsítenünk kell, és a feleslegesnek tűnő állami kiadásokat le kell vágnunk, és ezek a cégek engedtek. Ha föltenné nekem azt a kérdést, hogy korábban is meg lehetett volna csinálni ezt a költségcsökkentést, akkor az a válaszom rá, hogy igen, csak korábban senki nem ült le ezekkel a cégekkel tárgyalni ezekben a kérdésekben. Ami a sajtóhoz is eljut ezekből a tárgyalásokból, vagy az ilyesfajta tárgyalásokból, az a hír, ami azért a nyilvánosság inger küszöbét is minden évben elérte eddig, mindig vita volt arról, hogy vajon milyen szoftvereket vásároljon a magyar államigazgatás, magáncégek nagy, világszerte elterjedt, megbízható, vagy annak mondott termékeit, vagy nyílt forráskódú, szabadfejlesztésű szoftvereket, és az elmúlt években azért általában az előző verzió győzött. Most ezzel mi a helyzet? A világ abba az irányba megy, én azt gondolom, hogy a kapukat ki kell nyitni, és a versenyt azt segíteni kell ebben a szektorban, ezért mi több olyan döntést hoztunk, és több olyan pontban előre léptünk, amelyek a nyílt forráskódú szoftverek felhasználását engedélyezik, megadják ennek a lehetőségét. Nem mondtuk azt, hogy csak a nyílt forráskód irányába kellene menni, de meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy egy egészséges verseny ezen a területen kialakuljon. Nyilván bizonyos cégek vannak, akiknek az érdekeit ez szintén sértheti, de még egyszer szeretném mondani, mi nem cégeket képviselünk, hanem az állampolgárokat. És ez egy szerintem forradalmi, és szintén nagyon komoly üzenettel bíró döntés, hogy azt mondtuk, hogy az állam, különböző közigazgatási szervek nyitnak a nyílt forráskód irányába, és több pilóta programot indítottunk el ezzel kapcsolatban állami szerveknél, mert ugye itt azért fontos, hogy ez biztonságosan tudjon működni. Ezeket ki fogjuk értékelni, és utána meglátjuk, hogy a szabályozás tekintetében hogyan megyünk tovább, de a legfontosabbnak azt tartom, hogy a lehetőségét azt megteremtettük a nyílt forráskód használatának. Amit még az elmúlt egy évből nagyon fontosnak tartok, az, hogy egy elég komoly társadalmi és szakmai párbeszéd után sikerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkárságának elkészíteni a digitális megújulás cselekvési tervet, ami igazából egy terv 2010 és 2014 között, tehát ebben a kormányzati ciklusban kormányzat az infokommunikáció mezejében milyen fontos terveket kíván megvalósítani. Én magam ellenzéki politikusként az elmúlt esztendőkben többször kritizáltam azt,
ennek elég határozott hangot adtam, hogy nem jó az, hogyha az államnak nincs egy világos stratégiája erre a területre, és ez egyébként nyilván más területekre is igaz, de én ezzel a területtel foglalkozom. Fontos egy ciklus elején elfogadott nyilvánosságra hozott stratégia, pont azért, hogy mindenki lássa, hogy mi az irány, hogy merre van az előre. Tudják ezt megnézni a különböző cégek, civil szervezetek, polgárok és az állami szereplők is. És ezt megalkottuk, megteremtettük, én ezt egy jó anyagnak tartom. Amikor ezt az 50 pontot említettük, és én kértem, hogy ragadjon ki egyet, ami ön szerint vagy önnek a legfontosabb, akkor az infokommunikációs szektornak adott alkotmányos garanciát említette, hozzátéve azt is, hogy ez egy szimbolikus intézkedés. Szimbolikus intézkedések nyilván kellenek. A gyakorlati intézkedések közül mit tart a legfontosabbnak? Ugye most már megkezdődött ennek az előbb említett digitális megújulás cselekvési tervnek a végrehajtása, és ami most szerintem a legfontosabb feladataink közé tartozik a jövőben, az három dolog. Egyrészt az elektronikus kormányzati gerinchálózatnak a kiváltása és annak állami működtetése január 1-től, de erről ugye beszéltünk. Fontosnak tartom azt is, hogy... Január 1-e még messze van, hogy még jó néhány újsághír megjelenik az önmenesztéséről. Fontosnak tartom azt is, hogy a kis és közepes vállalkozások informatikai infrastruktúráját tudjuk fejleszteni. Erre egyébként egy 11 milliárd forintos keretet különítettünk el, és július 1-től lényegében ez a pályázati lehetőség ez nyitva áll a kis és közepes vállalkozások számára. 50%-os ennek az intenzitása, és ez nem hitel, nem kölcsön, hanem visszanemtérítendő támogatás. Én vallom azt, hogy a mai világban egy vállalkozás, kis és közepes vállalkozás versenyképességéhez egyértelműen hozzátartozik azt, hogy például van-e honlapja, ahol a termékeit egy széles kör előtt be tudja mutatni. Mert hogyha egy széles kör előtt be tudja mutatni a termékeit, és az jó termék, akkor nyilvánvalóan tud nőni a bevétele, ezáltal nagyobb kapacitást kell majd alkalmaznia, és akkor ilyen módon a munkahelyek számát is tudjuk növelni Magyarországon, mi ugye a kormányzatnak egyik kiemelt fontos célja. A harmadik fő törekvésünk pedig az, hogy, és ez szintén szerepel ebben a digitális megújulás cselekvési tervben, hogy 2013-ig elérjük azt, hogy az ország területén 100%-osan használható legyen a szélessávú internet. Tehát azokra a településekre, azon helyekre is eljusson az a lehetőség, ahol most nincs meg. Még egy elég nagy falatba vagy fába belevágták a fejszélyüket, ez a bizonyos negyedik mobil szolgáltató Magyarországon. Túl azon, hogy ez adott esetben jelentős állami bevételeket generálhat, ami egy elég nyomós szempont, de ezt leszámítva, van erre szükség? Nézze, ez egy nagyon komoly, szerintem stratégiai fontosságú kérdés, hogy az állam az mit kezd a frekvenciáival. A frekvenciára mi nemzeti értékként tekintünk, egy olyan értékként, aminek hasznosulnia kell, tehát ne maradjon polcon, ne heverjen parlagon, mert ez senkinek nem jó, ezért sikerült elérni, hogy a napokban ugye megjelent egy ezzel kapcsolatos pályázati felhívás, egy tender a 900 MHz-es frekvencia értékesítésére, ami valóban megteremti a lehetőségét egy negyedik mobil szolgáltató piacra lépésének. Itt most én nyilván, mivel egy folyamatban lévő pályázatról van szó, részletekben nem kívánok belemenni, de a lehetősége megvan a szolgáltató piacra lépésének, és majd a piac a verseny eldönti, hogy erre van-e igénye vagy sem. Az biztos, hogy minél több szolgáltató van a piacon, annál inkább erősödik a szolgáltatók közötti verseny, és ilyen módon a szolgáltatók arra kényszerülnek, hogy az áraikat lenyomják, a szolgáltatásaikat pedig fölemeljék és javítsák. Ugye nagyjából hasonlót lehetett látni, amikor a harmadik mobil szolgáltató piacra lépett Magyarországon, ez mindenhol így működik a világban, úgyhogy a versenynek az erősítése, a verseny élénkítése az a végén egy pozitív hozadékot tud jelenteni az ügyfeleknek, a polgároknak. Hát ez az optimista megközelítés, de azért hallottunk már olyat is, hogy nagy cégek nem kényszerítették sem magukat, sem más semmiféle versenyre, hanem szépen egymáshoz igazították az áraikat. Nyilván ilyet is lehetett hallani. Én hiszek abban, hogy egy egészséges versennyel a végén mindig a polgárok járnak jól. Amikor egy évvel ezelőtt ez a kormány, amelynek ön is a tagja, megalakult, akkor elég sok időt, médiafelületet és nyilatkozatot fordítottak arra, hogy próbálják érzékeltetni azt a helyzetet, ami őket fogadta az állami intézményeknél, magyarán az örökségre, 8 év örökségére.
Önt mi fogadta? Mert például ebben a bizonyos 50 pontban, amely az elmúlt egy évi tevékenységüket összegzi, arról nem esett szó, hogy milyen állapotokat örököltek. Igen, mert én azon az állásponton vagyok, hogy nyilvánvalóan föl kell tárni azt, hogy az előző kormányzatnak milyen felelőtlen tettei, milyen anomáliai voltak ezen a területen. Mi ezt egyébként a mi területünkön számtalan ilyen volt. Mi ezt egy fehér könyv formájában egyébként összesítettük, és én ezt a fehér könyvet a Budai Gyula úr elszámoltatási kormánybiztosnak oda is annyi adtam. Fehér könyv készült, mert hogy egy fehér könyvtárat meg lehetne alapítani. Igen, ezt mi fölmértük, listáztunk, nyilvánvalóan a szektornak nem tesz jót, hogyha ilyen dolgokról szól a diskurzus elsősorban, ezért pont az egyéves értékelésben azt az 50 pontot szedtük össze, amelyek már a mi működésünk alatti pozitív döntéseket, előrelépéseket és eredményeket mutatják be, de ezt a típusú munkát is, ezt a feltáró munkát a korábbi évek, időszakok tevékenységével kapcsolatban, ezt is elvégeztük. Egyébként nyilvánvalóan az egyéves értékelés az eredmények tekintetében az fontos, hiszen egy év után értékel az ember. Nyilvánvalóan én is most értékelni fogom, gyakorlatilag értékelem az államtitkárságnak a belső működését, hogy az a struktúra, amivel felálltunk, az a struktúra, az a szervezetrendszer, amivel elkezdtük a működésünket, az jó-e, vagy adott esetben kell ezen változtatni, azok a személyek, akikkel együtt dolgozunk, ők hogy végezték a munkájukat. Az elmúlt időszakban fölteszi a kérdést, hogy várhatók-e még az államtitkárságon a közeljövőben személycserék, akkor azt tudom mondani, hogy várhatók. Ennek a jegyében javasolt a helyettesének a menesztését is? Tehát várhatók személycserék, nyilvánvalóan a munka eredményesebb és hatékonyabbá tétele érdekében szerintem fognak még ilyenek történni az augusztusi hónapban. Ami a helyettesem felmentésének a kezdeményezését illeti, én vele erről személyesen egyeztettem. Én sokat tanultam tőle az elmúlt egyesztendőben, sokat is köszönhetek neki, azonban a jövő tekintetében én azon a helyettes államtitkárságon egy más struktúrában és más vezetővel tudom elképzelni a jövőt. Beszéljünk egy kicsit a nemrég véget ért Magyar-Európai Uniós elnökségről. Ennek alapvetően két fázisa volt, vagy két szintje volt, felzajlottak jelentős politikai viharok, alul pedig zajlott az a szakmai munka, amelyet aztán később akár mosolyogva, akár elegánsan, akár fogcsikorgatva, de egész Európa elismert, miszerint a magyar EU elnökség kifejezetten sikeres volt, és a szakmai stábok nagyon nagy előrehaladásokat értek el. Ez az ön területét érintette? Így van, igen, nálunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül három ember elnökölt egy-egy tanácsi formációt. Nyilván a legnagyobb munkát Fellegi Tamás miniszter végezte, aki több tanácsi formációt is elnökölt. Völner Pár kollégám ugye a közlekedés területén vitézkedett, jó magam pedig a távközlési formációnak voltam az elnöke az elmúlt fél évben. Most szakmai kérdésekben nem nagyon mennék bele, azt tudom elmondani, ami nekem fontos volt, vagy nekem egy nagyon nagy tanulság és tanulás volt az elmúlt fél évből. Én korábban nem foglalkoztam így nemzetközi ügyekkel, meg diplomáciától, valahogy távol állt tőlem ez a terület, de most ebben a fél évben hát ugye nem volt mit tenni, az ember belekényszerült ebbe a feladatba. És amit én itt megtanultam, az az, hogy lehetőség szerint mindig a kompromisszumok irányába kell vinni a dolgot. Európai Unióban 27 miniszterrel, 27 tagország képviselőjével kellett egyeztetni nagyon-nagyon nehéz kérdésekben, és több alkalommal sikerült elérni a kompromisszumot. Fontos az, hogy az Európai Unióban nem azt nézik, hogy mit, hogy nem lehet megoldani, hanem mindig a megoldás irányába törekednek. Szerintem ez szintén egy fontos üzenet számunkra, és ami a magyar közéletben szintén egy jó dolog lenne, hogyha át tudnánk venni, én minden esetre megjegyeztem, az az, hogy a legkomolyabb kérdésekben is egy felszólaló képviselőnek, egy tagországi miniszternek, európai parlamenti képviselőnek, szakértőnek tudni kell a véleményét 3 percben összefoglalni. Tehát nincs órákon át tartó felesleges rizsázás meg duma, a lényegre kell koncentrálni. Hát éppenséggel az ön szakterületén azért vannak olyan kérdések, amelyeket nem lehet 3 perc alatt összefoglalni. Így van, csak ugye úgy működik ez a rendszer, hogy a szakértői szinten azért megy egy nagyon komoly vita
szakmai egyeztetés, ami nyilván nem 3 percig tart, hanem sok-sok napon, héten és hónapon keresztül megy, de végére már, mire ugye a politikai szintre kerül a dolog, akkor egy letisztult álláspont van, és ez az, aminek össze kell jönni a 3 percben. Akkor éppenséggel kevesebb, mint 3 perce marad, de akkor ez alatt próbálja meg elmondani, hogyha január elejétől megvalósul ez, hogy a kormányzati infrastruktúra kormányzati kézbe is kerül, akkor mi érinti ebből az állampolgárokat? Lesz-e valami változást, amit érzékelhetnek, és egyáltalán miért lesz ez jó? Én biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudjuk valósítani, méghozzá egy nyugodt és biztonságos átmenetet tudunk teremteni. Nyilvánvalóan itt szükség lesz egy komoly tesztüzemmódra, de mi a mi célunk az egyrészt a költséghatékonyság, és ez már nyilván a polgároknak fontos. Ugye jelen pillanatban ez éves szinten körülbelül 6 milliárd forintot jelent, amit egy cégnek fizetünk ki. Ezen jelentős mértékben tudunk spórolni, és ugye saját állami vállalatokat tudunk támogatni ezzel az egész kiváltással és működtetéssel. Fontosnak tartom a szolgáltatási színnek a javítását, valamint azt, hogy a résztvevői kört azt szintén tudjuk bővíteni a jövőben. Ezáltal azok az elektronikus közszolgáltatások, azok jobb minőségben tudnak majd megjelenni, és nyilvánvalóan ez a végpontok, ahogy említettem, több mint 100 szervezet csatlakozott ehhez az elektronikus kormányzati gerenchálózathoz jelenleg, és több mint 3000 végpont van, hogyha ez növekszik január 1-től, akkor egy jóval szélesebb körben, komolyabb minőségben tudjuk ezeket olcsóbban szolgáltatni. Ez az, ami fontos. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást.